a rugó erő. Három darab rugós erőmérőre van szükségünk ehhez a kísérlethez, és hat darab ugyanolyan tömegű súlysorozatra, és egy állványra. Erre az állványra fel fogjuk akasztani a három darab egy newtonos erőmérőt, és ennek a három darab egy newtonos erőmérőnek a segítségével fogjuk kiszámolni azt, hogy egy-egy felfüggesztett rugó a ráakasztott ismert tömegű testek hatására mennyire nyúlik meg. Az első esetben az első erőmérőre egy darab súlyt akasztunk, a másodikra kettő darabot, a harmadikra pedig hármat. A méréseknek az eredményét jegyezzük fel a munkafüzetünkbe.